Hallod a csalogányt? Talán ez a dallam csendült fel a legtöbbször szombaton vásárosnaményban. Itt rendezték meg a pedagógus kórusok országos találkozóját. Az évről évre megrendezett esemény idén jubileumát ünnepelte, 30. alkalommal került ugyanis rá sor. A város 4 helyszínt biztosított az egy időben zajló hangversenyeknek. A rendezésre pályázniuk kellett, mondta el a házigazda kórus vezetője. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy manapság azért kicsit olyan ez, mint az olimpia, hogy nem tolonganak olyan nagyon a városok, és mi egyszer úgy volt már, hogy valaki helyett megrendezzük, de ők a végén mégis tudták vállalni, így viszont automatikusan a következőt mi kaptuk. Elég nagy feladat, de örülünk, hogy bevállaltuk, és azt reméljük, hogy mindenki jó szájízzel távozik majd vásárosnaményból. A hangversenyeket követően a Tomcsányi kastély parkjában gyűltek össze a nap főszereplői, 18 kórus, mintegy 550 énekese. Itt a Múzeumok Éjszakája program sorozatához kapcsolódva összkarban együtt énekeltek. Sokan közülük már évek, évtizedek óta résztvevői a találkozónak. Ez idő alatt barátságok kötődtek, és minden alkalommal kíváncsian hallgatják egymás énekét. Ahogy az eseményt összefogó pedagógus kórusok országos társasága is, amely figyelemmel kíséri a kórusok fejlődését. Nagyon örülünk, hogyha látjuk, mi vezetők is, hogy azok a kórusok, akiket évente azért nagyjából hallunk, vagy van, akit csak 2 éve, hát attól függ, hogy hogy jutnak el, hogy mennyit fejlődtek. Sajnos vannak olyan tendenciák, amikor kórusok elfogynak ugye az utánpótlás, ami nehéz dolog. A fiatalság nem mindig szereti az énekkarba való részvételt, de most is nagyon örömmel szolgált, ahol én voltam a helyszínen, itt a Lónyaiba, hogy voltak olyan kórusok, akik évek óta hallom, és olyan szép, komoly munka, látszik, hogy mennyit dolgoztak, fejlődtek. És ez nagyon jó érzés. Az esemény a helyi sportcsarnokban zárult, ahol a kórusok vezetői okleveleket vehettek át, majd átadták a Fasang Árpád díjat, amelyet ebben az évben Iványi Tamás a helyi vegyeskar karnagya kapott, mások mellett a Kodály módszer ápolása és az utánpótlás nevelés érdekében tett munkája elismeréseként.